Mióta készülök erre a mai napra, nagyon izgatott vagyok. I'm very excited since I started to prepare my presentation for today. Mert azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dologról fogok ma beszélni nektek. Because I think this is the most important thing in the accent that today I'm going to tell you. Tudnátok kell, hogy nem az a kihívás, hogy embereket hozzunk be ebbe az üzletben. You need to know that the real challenge is not to bring people in this business. Hiszen semmilyen limit nincs tulajdonképpen, ugye 20 euró a belépési díj, tehát ez bárki befizeti. Because you're not limited to the registration fee, because it's only 20 euros, so anyone can afford that. Lehet, hogy azért befizető, hogy hagyd már békén, csak... Maybe the only reason why they pay, just to get rid of you, but they will do it. Oké, okay, tehát az igazi kihívás az, hogy ők hogyan kezdjenek el dolgozni. The real challenge to how they will start the business. Tehát az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat szeretném veletek ma megosztani. I would like to share my experience. És olyan dolgokat átadni, amit holnaptól tudtok használni. And I would like to teach you that things that you will interpret from tomorrow. Tehát nem amikor hazamentek, hanem már holnaptól. Then not when you leave Proverbs, but day tomorrow you will start the new techniques. Okay. Tehát szerintem nagyon fontos az úgynevezett adatbányászat, tehát hogy az adatokat vizsgáljuk a csapatunkba. It's very important that you keep on track how your team is growing, what they're doing and what the details are. Ezért is fejlesztettük ki ezt az intranetet, hogy egyértelműen lásd a hálózatodnak a mozgását. That's why I did intranet as well, so you will see what exactly happening in your network. És én minden hónapban elég sok időt töltök azzal, hogy figyelem a hálózatomat. I always observe what's really happening in my network. Kinyitom azt a bizonyos struktúra nézetet az intranetbe, és elkezdem figyelni, hogy hol mi történik. I always open the structure and I see who is developing, what's happening, how is the details are. Tehát ugye, hiszen az üzleti lehetőséget időről időre el kell adni az embereknek. Because this business opportunity, you need to resell it, even for your downlines, time to time. Az, hogy valaki regisztrált, semmit nem jelent, azt hidd el. If someone registered under you, it doesn't really mean anything. Oké, tehát az első kérdés, oké, akkor kinek adjam el az üzleti lehetőséget? So the first question that you thinking now, so who should I sell this business? A válasz nagyon egyszerű, mindenkinek aktív gyémánt mélységig. Tehát mindenkinek az aktív gyémánt mélységedig. So you need to sell for everyone who is active in your diamond lines. Oké, tehát megnézem, hogy hol van egy aktív gyémántom. I need to check where is my active diamond. Az alatt nem érdekel a dolog, azt majd ő megcsinálja. Underneath, I don't really want to work with the people because he needs to work with them. De az ő hálózatán kívül mindenkinek el kell adnom az üzletet. But except of him, everyone I need to sell. Egészen ugye addig, még ő is aktív gyémánt nem lesz. Until the point that he understands the XM business and he become an active diamond. Tehát minél hamarabb menj fel az intranetbe és nyisd ki a struktúra nézetet. So my first advice for you that you go home, you open the structure and see. És nézd meg azokat az embereket, akik még nem aktív gyémántok. So check the people who are not yet there. És add el nekik az üzletet ismét. And you want them to be an active diamond and resell the business for them again. Mert ha ő még nem aktív gyémánt, akkor ő még nem vette meg ezt az üzletet. If they're not active diamonds, they haven't yet bought the business. Okay. Mi lehet a probléma, ugye? Miért nem csinálja valaki ezt az üzletet? So what could be the problem? Why somebody don't do the XM business? Ugye erre különböző válaszok lehetnek, például az, hogy nincs elég információja. So you can have different answers. Maybe you don't have the proper information. Ugye beregisztrált és nincs elég információja, hogy miért kellene neki csinálni ezt az üzletet. So after you registered, but maybe you lost with the details. You don't have the proper information from your why. Ugye aztán van egy olyan variáció is, hogy ő elégedett a jelenlegi helyzetével. Also there is an option that he's very satisfied with the current situation. Ugye fogyasztja a terméket és neki ennyi elég. He's a customer who's using the products, but that's enough for him. Vagy akár annyira egészségesnek érzi magát, hogy ő nem is kell neki a termék, azt Or mondja. He's feeling very healthy, so he feels he doesn't really need anything. Ilyen emberek is vannak. You find all sorts of people from life. És a,
A harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy kifogása van neki. They have an excuse. Nekem nagyon szilárd meggyőződésem az, hogy csak az nem csinálja ezt az üzletet, akinek kifogása van vele kapcsolatban. I have a very stable opinion about that. The only person who doesn't do the XM business with the full heart, the people that they have an excuse for themselves. Tehát fontos, hogy kategorizáld az alsó vonaladat, ez alapján a három szempont alapján. So the most important thing that you see the three category I mentioned, and then you put the people that you work with into categories. Okay, vannak olyan emberek, akiknek nincs elég információjuk. So first the people that they don't have the enough information. Vannak olyanok, akik elégedettek a saját helyzetükkel. Second, that they were satisfied how they live with the job or anything happens in their life at the moment. És vannak olyanok, akinek kifogásuk van az üzlettel kapcsolatban. And the third, that they have the excuses with the business. Nézzük, hogy menedzseled ezt a háromféle dolgot. So you need to be the manager, the coach of them. Ugye az első az nagyon egyszerű, nincs elég információja. The first one is very easy, not enough information. Add meg neki a megfelelő információkat. So you need to educate them, you need to teach them for the information. Ugye nagyon szerencsés helyzetben vagy, most már nagyon sok videó rendelkezésre áll. You are in a very lucky position because the internet has a lot of videos, trainings for free. Ugye az emberek egyre kevésbé szeretnek olvasni, de viszont videókat szívesen néznek. The people they become a bit lazy or they prefer videos, they not prefer reading. Ugye van a helyes döntés videó az internetben. You have the right decision in the internet. Nagyon sikeres van egy prezentáció helyett videó, amit én tartok. We have also instead of business presentation, there is a video which I done. Oké, okay, aztán ugye van a három darab céges videó. The three-part company video we have. És van ugye egy startképzés is van az internetben. And then also it's available the start seminar in English as well. Ha úgy gondolod, hogy ez nem elérhető a számodra még a te nyelveden, te anyanyelveden. If you think that it's not available yet in your own native language. Akkor nyomd a country manageret, hogy minél hamarabb kész legyen. So you need to talk about your country manager that please do the translation and let's go forward. Nagyon sok nyelven most már ez elérhető, és használjátok ezt tájékoztatásra. It's a lot of languages we have now available, all the four presentations. Ha valaki nekem azt mondja, hogy nincs elég információja, hogyan kell ezt az egészet csinálni. So the excuse that I don't have enough information about the business. Nekem nincs időm és nem hatékony azzal foglalkoznom, hogy elmondjam neki. So I don't have enough time, I am not feeling that it's beneficial for me that to tell every individual. Hanem azt mondom, hogy nézd meg a startképzést és gyere vissza so a kérdéseiddel. So I just tell them, okay, so you go to internet, check the start seminar and come back to me when you're ready with all your questions. Oké, tehát használd ezeket a videókat a tájékoztatásodásra, mert sokkal hatékonyabb. So please use these videos because it's more effective, saves you time, energy to deal with every individual. Oké, aztán ugye a másik kategória, ugye mi szintén nagyon egyszerű, aki azt mondja, hogy elégedett a helyzetével. So the other category that they're very happy with their life. Oké, elégedett a helyzetével most. Okay, the very important thing currently at the moment they're very. De lehet, hogy nem lesz elégedett fél év múlva, egy év múlva. So maybe time change, half a year, one year later. De ő már benn van a te üzletedben. So you have them in your business. Ezért nagyon fontos az utókövetés. So it's very important that you go and follow up with them within half a year, one year later, because maybe the situation changed. A teremben is ül most egy olyan régi barátom, amikor csatlakozott, ő elégedett volt a helyzetével. I also have in this room a friend. And the beginning he was very happy with the life and now. De néhány év után megváltozott a helyzete. And after a few years we met and his situation was completely changed. Ami arra késztette, hogy elinduljon ebben az üzletben. So he had an urge to start the business properly. És megcsinálja a gyémánt üzletet. And he had the urge to do the diamond business. De ezt csak úgy tudtam elérni, hogyha őt utókövettem. But the only fact that I didn't lose him as a potential partner because I follow up with him time to time. Ugye nagyon sokszor elmondtam már nagyon sokatoknak, hogy nagyon fontos az utókövetés. I always mentioning for you that the most important thing that to follow up with your people that they registered in your system. És ne csak tudj róla, hanem használd is a három hónapos szabályt. It's not enough to know about the 3 months rule.
you have to really use it. Tehát van egy elégedett tagod. You have a satisfied customer. Hagyd békén. Okay, just leave it. Oké, okay, nyiss egy kapcsolati lapot az intranetbe. Mm-hmm. Put a registration file. The contact page. Contact page. Oké. Okay. Mm-hmm. Okay, még egyszer mondok. Tehát nyiss egy contact page az intranetbe. Just open a contact page in intranet. És állíts be hozzá egy 3 hónapos emlékeztetőt. And then just set a timer and an email to 3 months later. És a rendszer majd értesít téged 3 hónap múlva, hogy ismét kérdezz rá, hogy minden oké-e vele. So then you get an alert that you need to check with him that is anything changed, everything okay. Hiszen van már egy tagod, bent van a rendszerbe. Because you have him as a member, so he's already in your system. Érdemes néha rákérdezni, hogy hogy vagy. You need to check time to time that how are you, how is your life, how is it. Elmondhatod neki, tudod, nálunk ez a 3 hónapos szabály. You can also just mention, you know, this is the 3 months rules with us. Oké, okay, tehát csak lazán, de tudjanak az emberek, hogy te még aktív vagy, te még itt vagy. You need to be just relaxed about it, easy, and then just they know to clarify that you are still doing this business. És ha szükségük van rád, akkor te tudsz nekik segíteni. So they, if they need you, you are able to help them. Nézzük a harmadikat, a legfontosabbat. The third one, the most important one. Hogyha valakinek kifogása van. It's an objection. Oké, okay, tehát meggyőződésem az, hogy azért nem csinálja valaki ezt az üzletet, mert kifogása van. Uh-huh. I really do believe that the only reason they have why people don't do the business because they have an excuse, they have an objection. Milyen kifogásokkal találkoztam az elmúlt öt évben? What is the most common objection? Ugye talán a leggyakoribb, hogyha megvan a kifogásod, akkor tisztázni kell ezeket a kifogásokat. You need to clarify their objection. Why? Okay. Tehát milyen kifogásokkal találkoztam? Az első az, hogy ő még nem vette meg ezt az üzletet. They haven't bought the business yet. Tehát te eladtad már neki, de ő még nem vette meg. You sold or you put the interest, but they haven't bought it yet. Tehát becsatlakozott az üzletbe, de még nem érzi magáinak. They don't believe they can do it, or they don't feel it. They are the type of person. Okay. Aztán ugye a következő dolog, amit tudsz használni a kifogások kezelésére, az az úgynevezett fehér lap technika. Mm-hmm. So the other thing that you can use is the white sheet technology. Erről fogok részletesen beszélni, hiszen ezt egy nagyon fontosnak tartom. I will tell you a little bit more detailed because I think it's a very important part. Aztán ugye a következő, hogy hogyan csináljam? Ugye jönnek az emberek, hogy oké, László, de hát hogyan csináljam? The other very important thing that okay, László, I understand, but how? How I can make it? Ugye ez is egy kifogás, hogy nem tudom, hogy hogyan csináljam. It's also an excuse that they have. Oké, okay. És a következő az te magad vagy, hogyha valakinek kifogása van. And then the other biggest excuse is you, yourself. Tehát veled kapcsolatban van kifogása. You as a person. Ne haragudj, hogy ezt mondom, ez egy őszinte üzlet, én őszintén kommunikálok. Sorry if I tell you this, but I am a very honest person, and this is a very integrity business, and probably that's the reason. Tehát, hogyha valaki nem csinálja alattad ezt az üzletet, annak lehet, hogy épp te vagy az oka. If someone doesn't do your downline, doesn't do this business properly, it's maybe it's you the reason why. Oké, okay, tehát érdemes keresned magadban is a hibát, nem csak az alsó vonalaidban, hogy miért nem dolgoznak. So you need to look into yourself and check what could be the reason why they don't work. Oké. Okay. Okay. Nézzük a fehér lap technikáját, hiszen ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog. So let's explain a little bit more about what I meant by white sheet technique. Oké, okay. Tehát ott van egy ember, aki benne van az üzletedben. You have the person who are in your downline. És ugye nem csinálja. And they don't do. Okay, ennek az az oka, mert ő még nem vette meg ezt az üzletet. So the reason is because they haven't bought it yet. Mert különböző kifogásai merültek föl. They have different objection excuses why. És ezért érdemes elővenned egy fehér lapot. So you take the white sheet. Húzni rajta esetleg egy függőleges vonalat. So put a line in between. Őszintén beszélgetünk, írjuk fel az egyik oszlopba a kifogásait. Okay, so in one column we put all the objection that she or he can come up with.
Másik oszlopba szoktam mondani, hogy írjad fel azt, hogy miért vagy itt a DXN-be. And the other column, you have to put why you are here, why you are with DXN. De most beszéljünk csak a kifogásokról. But at the moment we're going to talk about the objections. Nem baj, hogyha vannak kifogások. It's not a problem if you have objection or excuses. A probléma ott van, hogy ha te mint szponzor nem tudod ezt kezelni. The problem starts when you are as a sponsor, you can't handle them. Mert hogy lehet valaki sikeres ebben az üzletben, akinek kifogásai vannak? Az nem lehet. But the reality that in this business you can't be successful if you have excuses, objections towards the business. Nem lehet valaki hiteles mások előtt, hogyha saját maga sem hisz abban, amit csinál. You can't be creditable if you even yourself you don't believe in the business or yourself. Oké, tehát hogyha úgy gondolod, hogy neked nem megy az üzlet. If you think that you can't do this business. Vagy azt látod, hogy az alsó vonalatban nem működik az üzlet. Or you check your downlines and then you see that they don't do it. Akkor hidd el nekem, hogy nekik kifogásaik vannak. So you probably meet a person that they have excuses, objections. És neked menedzselned kell ezeket. So you need to coach the people, you need to manage them. Mert hogyha megszűnnek az ő kifogásai, akkor az illető szárnyalni fog. Because whenever they're ready to let all the objections, they will come alive and they will fly. Okay. Milyen kifogásokkal találkozok én a leggyakrabban? What are the most common objections I met? Okay, hát ez egy network marketing rendszer, ugye? Okay, this is an MLM. Ugye, tehát az embereknek nagyon sok negatív információjuk van az MLM-mel kapcsolatban. The reality, a lot of people have negative consumption about MLM systems. Nagyon sokan utálják az MLM-et. A lot of people hate MLM. És azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk van. And I have to tell you, they are right. Én egyet tudok velük érteni. I have to agree with them. Mert ez az információ az agyukba úgy keletkezett, hogy valami tapasztalat alapján. Because they have this information because of a bad experience. Okay, tehát ezt ők egy valós tapasztalat alapján állítják. It's a reality what happened with them, maybe in the past. És nekem, mint vezetőnek meg kell mutatnom, hogy ez egy más MLM. So as a leader I have to open their eyes and tell them DXN is a different opportunity. Én azért csatlakoztam annak idején a DXN-hez, mert láttam, hogy ez egy más network marketing, mint a többi. The reason why I joined DXN 5 years ago because I saw that it's a completely different MLM system. A DXN teljesen másképp gondolkozik, mint a legtöbb MLM cég. DXN has a complete idea, a different one than any other network marketing. Ez az iparág ugye folyamatosan növekszik. This industry is fastly growing. De amikor megnézem a piaci szereplőket, but when I saw the industrial participant, azt kell látnom, hogy a legtöbb cég nem az MLM üzletben dolgozik. But I have to be true that most of the companies they don't work in the MLM system. Hanem a show businessben. But they are in show business. Vagy a packaging businessben, tehát a csomagüzletben, ugye? Tehát hatalmas sokat csinálnak, hogy eladjanak egy álmot az embereknek. They do big shows to sell the dream for the people. Tehát, hogyha valakivel beszélgetek és azt mondja, hogy ő nem akar MLM-et. So when I talk to someone and they have an objection that no, I don't want MLM. Akkor én nagyon nyugodt lehetek. So then I could be very relaxed. Mert nekem nincs kifogásom a DXN MLM-mel kapcsolatban. Because I don't have any objections, excuses towards DXN business. És az ő MLM képével pedig teljesen egyetérthetek. So I could really rely on and agree with his conception about MLM. Okay, tehát nagyon fontos, hogy megmutassam neki, hogy ez egy más verzió. It's very important that you bring the attention towards that. How is different the DXN business than any other MLM? Mert még valaki nem hisz a szisztémában, a rendszerben, addig nem tudja képviselni. Because until that someone doesn't believe in MLM system, they cannot be the representative of MLM. Az nem elég, hogy valaki elégedett a termékekkel. It's not enough that you're satisfied with the products. Az nem elég ahhoz, hogy sikeres legyek. It's not enough to become successful. Hinni kell a rendszerben. You have to believe in also MLM as a system. A jó hír az, hogy neked nem kell hinni abban az MLM-ben, amit nagyon sok cég MLM-nek hív. The good news, you don't have to believe that the system that a lot of companies call as MLM. Neked elég csak, hogyha a DXN MLM rendszerében hiszel. It's enough to be successful that you believe in DXN as a network marketing company. Yeah.
A következő dolog, amit tudnék, hogy ciki ezt a dolgot csinálni. Okay, it's really lame, it's really shame to do this MLM thing. Ugye nem tudom, hallottatok-e, mert nem akarok házalni termékekkel. I don't want to do the door-to-door selling products. Ugye én egy sikeres ember vagyok, hát hogy csinálnak meg én egy ilyen MLM-et? I'm a very successful business person. How could I do MLM? Ugye az MLM-esek az olyan gázemberek. So the people they do MLM, they really awkward. Ilyen kép él az emberekben. Ezt mindannyian lássuk benne, ilyen kép él az emberekben. That's what when you meet someone, they have the idea when you say you do an MLM. Nekem is kellett foglalkozni ezzel a problémával. I also had to face this problem a lot of times. Amielőtt elkezdtem a DXN, nekem is volt egy sikeres vállalkozásom. Before DXN, I had a very successful business. És volt egy képem az MLM-ről. And I had an idea, an imagination about MLM systems. És úgy gondoltam, hogy hát ezt elég ciki lenne nekem csinálni. And then I was really convinced that MLM, I don't know, I don't think so, it could be the same for me as a business person. Tartsak ilyen termékbemutatókat, mikor egy évvel ezelőtt a Marketing Szövetség kongresszusán tartottam előadást. Hát ez, hogy van ez? I was really struggling that, I should do coffee tasting when I was selected the biggest marketing congress presentative. Tehát ez nekem is kellett kezelnem magamban. So I had to overcome these obstacles also. És hogyha te ezt nem kezeled a csapatodban, and also if you meet any of the obstacles and you don't handle it in your team, akkor benne marad ez a kifogás. So they have the obstacle. Néhány héttel ezelőtt tartottam egy előadást egy másik országban. Few weeks before, I had a different presentation in a different country. És láttam, hogy nem működik igazából az a piac. And I got that the market doesn't really do much, doesn't really work. Holott ott van egy ember, aki kiváló előadó. And also we had a presentative who is really brilliant as a presenter. Konferenciákat szervez. They organize conferences. Óriási kapcsolati hálózata van. They have a very big capital, the network capital. Fogyaszt a termékeket rendszeresen. He drinks the coffee, consumes all the products. És mégse csinálja az üzletet. But he doesn't do the business still. És leültem vele szembe. So I sat with him. És azt mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy neked ciki ezt az MLM-et csinálni. So I told him, I think you feel still this awkward business for you. És azt mondta, hát igen, volt ilyen gondolatom, de már ma nincs. So, yes, László, you're right. I had this thinking about MLM, but no, I'm fine now. Okay, de azért mondom, beszéljünk erről a dologról. But I felt something is still not right there, so I pushed him, asked him questions to let's talk about it. És elmondtam neki, hogy figyelj, nekem is volt ilyen gondolatom. So I shared that I had also in the past the same feelings about towards MLM. De ha most körbenézek a szomszédaimon, but when I look at my neighbors, akik mindannyian nagyon sikeres vállalkozók, but they all of them, they're really successful business entrepreneurs. És megnézem a cégközlönyben, hogy mekkora forgalmat bonyolít az ő cégük. But when I check the official shares and how much is the general income of the company. Forgalom, igen. Turnover. Turnover. Tehát, hogy mekkora forgalom a cégük, és megnézem, hogy a mi hálózatunknak a forgalma mekkora. And when I check that our company, DXN, our network, how much turnover does. Akkor azt látom, hogy hát ez nem ciki. So then I see that it's not awkward to do. Because we are way better. Okay. Tehát fontos, hogy megértsd ez az embereknek, hogy nem az elnevezés számít. It's very important that people understand that not the title is important. Hanem amit csinálunk. But the work that you put through and what you're doing every day. De nekik igazuk van. And they are right. Lásd be, nekik igazuk van. When you meet someone like this, you have to agree. They're right. Mert valamilyen valós tapasztalatuk alapján mondják ezt. Because they had some past experience why they're facing their obstacles. De neked ezt kezelned kell. But you need to handle them. Egyetlen egy tagodból sem lesz sikeres vezető. None of your members will be successful leaders. Akinek itt a kifogásoszlopban még szerepel valami. When they have in the column of obstacles anything. Okay. Tehát figyelj erre oda, amikor monitorozod a hálózatod. So just check
when you start monitoring your network, that no one has any obstacles. Ugye, aztán a kifogásoknál az egyik leggyakoribb dolog, amivel szoktam találkozni, a termékeknek az ára. And also the most the biggest the price of the products as an obstacle. Ugye, az emberek nem értik a termékeknek az árát. People don't understand the price of the product. Ugye, meglátják a kávé árát és azt mondják, hogy hát ez drágább, mint amit eddig vettem. The first time when they check the coffee, they see, yeah, but it's much expensive the type of coffee I used to buy before. És hogyha egy tag azt gondolja, hogy ez a termék drága, when a member think that the price is too much, akkor ezt nem tudja eladni. So they can't sell it for other people because they believe it's too much. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom. I have a very good experience, very interesting one. Mi online marketinggel foglalkoztunk. We done online marketing. És cégeknek kínáltunk szolgáltatást. And we done for services for different companies. És három szolgáltatási csomagunk volt, három árban volt szolgáltatási csomagunk. And we have three different category towards the price of our services. De a középsőből soha nem adtunk el. But the middle price one, we never ever sold any. Csak a magasból és csak az alacsonyból. Only the highest one and the lowest price one. És azért attól függött, hogy az üzletkötő az miben hit. Because the representative, what they believe. Okay, tehát hogyha az ügynök azt gondolta, hogy a termék ára, akkor ő csak a legolcsóbbat adta el. Because the representative was thinking, yeah, the price is maybe a bit problem. They only could sell the lowest price, and if they thought it gives a value, they could sell the highest one. Okay, tehát ugyan itt van a kávéáránál, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez drága, nem tudja eladni. It's the same with the coffee. If they think that it's too expensive, they can't sell it. Ugye? Tehát meg kell értened az embereidekkel, hogy ez nem drága. You have to proceed that your people that it's not expensive. És nem azzal nyilvánvaló, hogy azt mondod, de hát ez nem drága, hát ezt meg kell értened. And of course it's not only like, okay, it's not expensive, you need to understand that. Az sem elég, hogy azt mondod, hogy hát ez jó minőségű, meg ganoderma is van benne. And also that's also not enough if you say, yeah, it's good value because it has ganoderma. Ugye? Tehát ez nem elég. It's not enough. Meg kell bizonyítanod, hogy ez a termék nem drága. You need to have the good facts, the good things, why it's not expensive. A jó hír az, hogy be tudod neki bizonyítani. The good thing that you can persuade people and... Menjen be a szupermarketbe. You need to go, you have to tell them, you need to go in the supermarket. Nézze meg a kávé árakat. You need to check all of the prices of the coffees. Azt fogja látni, hogy a kávé olcsóbb. They will see that that coffee in the supermarket is much cheaper. És nézze meg, hogy mit tartalmaznak azok a kávék. But then you tell them you need to check what's the ingredients are. Nézze meg, hogy hány gram kávé van abban a kávéban. They need to check how many gram of coffee is actually included in those products. És nézze meg, hogy mennyit fizetett egy grammért, egy gram kávéért. So then you need to ask them to calculate how much is going to cost you in the end for one gram. És nézze meg, hogy nálunk mennyit fizet egy black kávénak a gramjáért. And then you can ask them to calculate how much in the XN you will pay for black coffee for one gram. És azt mondja, hogy nincs különbség. And then you will see that is nothing difference, no ha difference. Azt látja, hogy van is egy kis különbség. Even if they see that is the tiniest difference. Ja, miénkben ott van a ganoderma. But then you can tell them, but we have coffee and the ganoderma. De ha valaki bemegy a szupermarketbe és megnézi az árakat, but someone go in the supermarket and they check the prices. Nem lehet később kifogásra az árral kapcsolatban. But then after, they can't have later on any obstacles with the price. Okay. Tehát fontos, hogy tisztáz az embereid, hogy mik a kifogásai. It's very important that from the beginning you clarify what the obstacles are. És ugye az egyik legkritikusabb kifogás, hogy én vajon meg tudom csinálni? But the most common one is obstacle that can I do it? Can I make it? Uh-huh. Én azt tapasztalom, hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy igenis te meg tudod csinálni. My experience that you always have to teach them and show them, yes, you are able to do it. Tehát ugye bizonyára a te hálózatod is olyan, mint az enyém. And then I'm really sure that your network as well, exactly the same as mine. Ugye ott van benne 100,000, 10,000 ember akár. Okay, so you have 10,000 people, 100,000 people. Nem, tehát 100,000 vagy 10,000, sorry. Okay, sorry. So 100, 10,000.
Oké, okay. És vannak olyan emberek, akik nem csinálnak semmit. And then you have people they don't do anything. De ez a nem csinálás, ez nem egy végleges döntés. But it's not a final decision that they don't do anything. Mert hogyha tisztázod velük a kifogásaikat, but then when you go through all the obstacles with them, és megmutatod nekik, hogy hogyan tudják megcsinálni, and then you show them how they come through, akkor néhányan elkezdik ezt csinálni. So then you will find some of them, they will start to do the business. És tudnod kell, hogy a DXN üzlet az egy nagyon egyszerű üzlet. And you have to know that the DXN business is a very simple business. Ahhoz, hogy Crown Ambassador legyél, csak 20 gyémántot kell találnod. Just to become a Crown Ambassador, you only need to find 20 diamonds. Ugye, 20 olyan ember kell találnod, aki dolgozik. You need to only find 20 people that they are working. És illetve ez nem is igaz, mert nem kell 20 ember találnod. It's not even true because you don't have to find 20 people. Elég, hogyha találsz 20 olyan embert a hálózatodban. It's enough if you check your network and find 20 people. Akik majd valahol mélységben találnak 20 embert, aki dolgozni akar. Just they will find someone maybe in a downline that they want to work. És ezért is fontos, hogy monitorozd a hálózatod. That's why it's also very important that you monitorize your network. Hogy észrevedd azt, hogy ott mélységbe, ott tizedik mélységbe, ott valami megmozdult. Because you need to check that downlines in tizedik the depth, mélységbe. The depth, the tenth depth is something moving, something happening. És akkor megnézd azt az embert, és azt mondta, hogy oké, akkor te látom, akarsz valamit, és akkor támogasd őt. So then you need to contact that person and need to support them, need to help them. Nem kell, hogy mindegyik gyémántod direktnek legyen. You don't have to be all your diamonds on your direct line. Oké, okay, tehát sőt, azt se kell, hogy egy is akár direkt legyen. It's not even important that any of them on a direct line. A lényeg az, hogy monitorozd a hálózatod. The most important thing that you all the time you need to monetize your. És eladd az üzleti lehetőséget azoknak az embereknek, akik már benne vannak az üzletedben. And you need to time to time resell the business for the people that they are in your network already. Ha készítenénk egy kutatást, hogy mit nem szeretnek az üzletépítők legjobban. If we would do a research on what people, the business people don't like to do. Akkor valószínűleg az idegen embereknek a fölhívása lenne az első helyen. The first would be that doing cold calling or calling strange new people. Oké, tehát hogyha te is így vagy ezzel, akkor hív föl hétfőn a régi embereidet. So if you feel the same way, there's no need for cold calling. Just call your old people that they are not active at the moment. Biztos vagyok benne, hogy akik ma eljöttetek ide, mindannyian ott ültök egy Crown Ambassador üzleten. I'm very sure that all of you came here, you are already sitting on a Crown Ambassador business. Az emberek már ott vannak a hálózatodban. You already have the right people in your network. Csak el kell nekik adni újra a lehetőséget. You only need to resell the business time to time again for them. Mert ők még nem vették meg. Because they haven't bought it yet. Nekik még kifogásaik vannak. Because they have obstacles still. Vagy nem tudják, hogy hogyan kell csinálni. Or they don't know how to do it. Okay. Jó, akkor nézzük, hogy hogyan kell csinálni. So, how we make it? Oké. Okay. A legjobb az, hogyha ha leülsz vele és elkezdesz közösen ötletelni. Okay, so the best thing that you sit with the person and you start brains. A leggyakoribb dolog, amit én hallok, hogyha üzletépítőkkel találkozok. The most common thing when I meet a new person. És elutazok valahova. So when I travel to somewhere new place. Hogy azt mondják, hogy László, tudod, itt az emberek másképp gondolkodnak. You know, László, people are very different here. The mentality is completely different. Tudod, ez az ország egy kicsit másképp működik. You know, the country is working completely different than you are used to it. Az én tapasztalatom az, hogy a piac mindenütt ugyanúgy működik. My experience that the market works exactly the same way everywhere. Az illető vagy elhiszi, hogy meg tudja csinálni, vagy nem. The person needs to believe. They are able to do the business. És aki elhiszi, hogy meg tudja csinálni, az általában meg is csinálja, hogyha tesz érte. When they believe they can do it, so when you put the right work, then you will make it. Oké, okay. Tehát amikor leülsz egy embered, akkor nem meggyőznöd kell arról, hogy ő meg tudja csinálni. You don't have to justify with the person, yes, you can do it. Hanem leülhetsz vele és közösen gondolkodhatok, ötletelhetek, hogy hogyan tudna ő megcsinálni. So you just need to sit with the person, ask the right question and brainstorming that how they can do it.
Ugye, hogy milyen értékei vannak annak az illetőnek? What the core values the person has. Milyen lehetőségei vannak? What opportunities they have. És az alapján javasolni neki dolgokat, hogy figyelj, akkor kezd el. So then you can actually make suggestion that this is the way you can start your business. Nagyon sok ember, aki csatlakozik az üzlethez, fél azt csinálni. A lot of people when they join, they're really afraid. They have a fear to do the business. De tudunk nekik lehetőséget mutatni. But then it's a good thing because we can show them an opportunity, a business opportunity. Ott van az online üzletépítési lehetőség. Because if you have a fear, there is the online business opportunity. Ha félsz beszélni, félsz megszólalni, akkor csináld először online. If you have a fear for public speaking, going for meetings, personal meetings, it's great because you can still do the online business. A lényeg, hogy csináld. The only important thing that you do it somehow. Ha valakinek nem működik az üzlete, akkor egyetlen egy szó hiányzik belőle. If the business, your business doesn't work the moment you wish to. A csinálás. The doing, the acting. Okay, is missing. Tehát ez hiányzik általában az eredményhez. The only thing is missing that your actions they are not there. Ugye nem tudsz fölépíteni egyedül egy üzletet. You can't build a business alone. Ez egy csapattal lehet, vezetőkkel lehet fölépíteni. You can only do the business with your team. You need to find your leaders. De hogyha ott van a hálózatod és ők még nem csinálják ezt. But when you have the network and they don't do this. Akkor meg kell tenned ezeket a lépéseket, amiket most itt hallasz. So you need to do all the steps that I mentioned before. Tehát én azt szeretném neked javasolni, hogy a következő heteket tölts azzal is. So I would like to suggest you that the following weeks. Hogy átnézed a jelenlegi hálózatod. So you monitorize your current network. És megállapítod, hogy ki az, aki elégedett a jelenlegi helyzetével. So then you check and prioritize that who is currently fine with the situation. És ott beállítod egy követésre, egy 3 hónapos követésre. So then you put those persons in a 3 months rule. A többieknek pedig újra eladod ezt az üzleti lehetőséget. And all the rest of the people, you resell the business. Egy könnyebb helyzetben vagy, már nekik nem kell regisztrációs díjat fizetni, már benne vannak az üzletben. So you're already in an easy situation because they are already in your business, so they don't have to re-register, so you don't have to sell a new registration for them. Ugye el kell, hogy higgyék az emberek, hogy ők meg tudják csinálni. The people need to believe they are able to do this business. És ugye ezt két módon érheted el. There's two ways you can actually persuade them. Hogy példákat mutatsz neki. You show examples. Ugye megmutatod, hogy nézd meg, kik a sikeresek. You show that the people that they are already successful in this business. Ha megnézem a mi 20 gyémántunkat. If I see all my 20 diamonds. Akkor semmi közös tulajdonságuk nincs. They don't really have any similarity or any characteristic similarity. Mindannyian különböző háttérrel érkeztek. They all came from various backgrounds. Különböző típusú emberek. They are very, very different characteristics. Egy közös van bennük, egy apró közös dolog van. The only tiny thing is common. Hogy ők elhitték, hogy meg tudják csinálni. They believe they can do this business. És tettek is ezért. And that's why you need to. De én azt látom, hogy a hálózatnak egy jelentős része még ott áll, hogy nem hiszi el, hogy ő meg tudja csinálni. Because the network, lots of the people, they still can't believe they are. És adhatsz a kezébe teszteket is. You can put little test. Próbáld ki. Try it. Én most készülök egy új előadással. I'm preparing a new presentation. Nem olyan régen voltam egy tanfolyamon. I was in a course. A tanfolyamnak az a neve, hogy jobb agyféltek és rajztanfolyam. It's called a right brain drawing class. Ugye én tudom magam, hogy én nem tudok rajzolni. I know that for myself I'm not very good drawer. És igazából ezen a tanfolyamon nem rajzolni tanítottak meg. And then also in this course I haven't learned drawing. Hanem hogy elhiggyem azt, hogy én tudok rajzolni. However, they told me that I can draw, I can believe I can draw. Tehát dolgozok most egy új tréningen. I'm working on a new training series. A jobb agyféltek és üzletépítő lesz az elnevezése. So it will be the right brain business builder. Tehát, training. Hogy felejtsd el azt, amit a bal agyféltekéd mond az üzlettel kapcsolatban. So just forget about everything that your common sense tell you. Felejtsd el azt, hogy nem tudod megcsinálni. Forget about you can't do it. És tanítsuk meg az embereket először arra, hogy meg tudják csinálni. So then let's
teach people how they can do it. Ez a tanfolyam is nagyon egyszerűen működött. Adtak egy tesztet, és mindenki a saját szemével látta, hogy jé, tudok rajzolni. The course also was very easy. They gave me a test, and then after, I saw for my own eyes, yeah, I can draw actually. Ugye ugyanez működik az üzletben is. The same with the business as well. Adja az embereit kezébe egy tesztet, akik nem hiszik el, hogy meg tudják csinálni. Just give to the people a test. És próbálják ki azt a módszert. So they have to try a method that they will believe you, they can do it. Az én tesztemet már valószínűleg mindannyian ismeritek. So most likely you know my type of test. De én most azért is elmondom még egyszer, mert lehet, hogy nem használjátok. But then I'm going to explain you again because maybe you know it, but you don't use it. Tehát, hogyha eljön hozzám valaki és azt mondja, hogy hát ezt nem tudja ezt megcsinálni. So when someone come to me and they say, no, Laci, I can't do this. Akkor azt mondják, hogy oké, én ezt elhiszem. Okay, I tell them, no problem, I believe you. Teljesen egyetértek veled. I completely agree with you. Egyetértek azzal, hogy te nem tudod megcsinálni az alapján, amit eddig tapasztaltál. I believe and agree with you that until you experience, you can't do it. Ezért most arra kérek, hogy felejtsd el azt, hogy egy MLM üzletben vagy. So I will ask you to forget about it that you are in an MLM business. Felejtsd el azt, hogy neked bármit is el kell adnod. Forget about it, you have to sell anything. Felejtsd el azt, hogy neked bárkit is be kell hozni ebbe az üzletbe. Forget about that, you need to bring anyone into this business. Egyszerűen beszélj arról, hogy te miben hiszel. Simply, just talk to the people that what you believe, what you stand for in life. Beszélj arról, hogy te miért használod ezeket a termékeket. Talk about it, why do you use the XM products? De hogyha ez neked most még túl sok, but maybe it's too much for you, és nem akarsz beszélni, or maybe you don't want to talk about this, akkor ne beszélj. So then don't talk about it yet. Akkor csak így a kávét mások előtt. So just use the coffee and drink the coffee in front of people. Okay. És hogyha nem beszélsz erről a dologról, even when you don't talk about, csak mások előtt iszod ezt a terméket, but then you drink the coffee in front of other people, akkor meg fogják kérdezni, hogy mi ez. They will, for certainly, they will ask you, well, what is this? Why you drink this coffee? Tehát az emberek kérdeznek, hogyha ha nem beszélsz, ha nem kommunikálsz. When you don't communicate, people they will actually become more interested and they will ask, what is it? Az emberek kérdeznek, hogyha nem nyomsz valamit. If you don't push them to buy something or if you don't push them all the time, they will get the interest and ask you questions. Tehát add az emberek kezébe a tesztet. So you need to give the people the test. És biztosd őket, hogy próbálják ki. And then just encourage them to try. Yeah. A legkönnyebb, én azt gondolom, ebben az üzletben az, the easiest in this business, hogy nem kell, hogy az emberek higgyenek neked. The people don't have to believe in you. Ugye? Jön valaki és azt mondja, hogy hát mondjam már, bizonyítson be neki, hogy miért jobb ez a kávé. So someone when they ask me, yeah, but give me facts, give me why this coffee is better. Azt mondom, hogy semmi értem, hogy velem foglalkozzál, semmi értem, hogy nekem így. It's no point that we have this conversation. Okay, próbáld ki. You need to try it for yourself. You need to have your own experience. Próbáld ki a versenytárs kávéját. Try the competitor's coffee. És próbáld ki a mi kávénkat. Try our coffee. És így a saját tapasztalatodnak. And then you believe your own experience. Teljesen mindegy, hogy én mit mondok erről a kávéról. It doesn't matter what I tell you. Egyetlen egy dolog számít. Only one thing matters. Hogy te mit fogsz tapasztalni? What's your own experience after the trial? Ugyanez vonatkozik az üzletépítésre. It's the same in building a network. Én senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy meg tudja csinálni. I don't want to persuade anyone that they can do it. Tudok neki mondani embereket, akik ezt megcsinálták. But I can show people that they are already done it. És tudok neki a kezébe adni egy tesztet, hogy kipróbálja, hogy na, ő vajon meg tudja csinálni. And then I can also give a test, which they can see, okay, maybe I can do it. Nagyon sokan jönnek vissza a csapatból és azt mondják nekem, hogy nem működik nekem ez az üzlet. Lot of people even in my network, they come back to me and they say it doesn't work this business. És segítséget kérnek. They ask me help. És azt mondom neki, hogy azt szeretnék tudni, hogy mi a tuti recept. They want the secret, what's the secret ingredients, how it works really. Bármilyen vezetőt megkérdezel, nincs tuti recept. If you ask any of the biggest leaders, what is the secret ingredients, is no such thing. De ha valaki visszajön hozzám és azt mondja, hogy neki nem működik az üzlet, azt szoktam neki mondani.
But when someone comes back to me and say this business doesn't work for me. Okay. Nagyon szívesen segítek neked. I always tell them I'm very pleased to help you with anything I can do for you. Arra kérlek, hogy egy hét múlva küldj egy e-mailt nekem. But I ask you one thing. After one week, please send me an email. És írd le, hogy mit csináltál az egy hét alatt. And then tell me all the things that you done for your own business mit in the one week. Mit csináltál egy hét alatt a DXN-nel kapcsolatban? What have you done for your DXN business in the week? És hogyha megnézem, hogy mit csináltál, akkor majd arra azon tudok majd segíteni. So then if I analyze that what you done in the week, then I can make suggestion that how you can improve. De általánosságban senkinek nem tudok segíteni. But in generalization, I can't help. Tudok mutatni receptet, vagy tudok mutatni példákat. I can show you samples or examples. Tudok mutatni stratégiákat. I can show you strategies how to. De tuti recept az nincs. But there is no such thing as secret or. Te vagy a megoldás. A certain success. Nyilvánvalóan, amikor valakivel beszélgetsz. When you talk to someone. Akkor nagyon fontos a példamutatás. It's also very important that you become a role model for them. Okay, tehát nem arról szól a beszélgetés az alsóvonaladdal. So with your downline, you don't chat about. Hogy te bebizonyíts, hogy ő nem helyesen gondolkodik. That they are not having the right set mindset. A vezetőnek az egyik legfontosabb tulajdonsága szerintem az empátia. As a big leader, the biggest characteristic for a big leader is empathy. Meg kell értened az alsóvonaladat. You have to understand your downlines. Meg kell értened azt, hogy ő miért nem csinálja. You have to understand why they don't do it. Mert hogyha ezt megértetted, csak utána tudsz neki segíteni. When you understand the reasons why they don't do it, then you are able to help them. Ha azt látják az emberek rajtad, hogy egy olyan vezető vagy, aki megérted őket. So when the people they see that you are a leader that they understand the need of them, akkor őszinték lesznek veled kapcsolatban. So they will be honest with you. És akkor tudsz nekik igazából segíteni. And then that's when you can really help them. Ugye nagyon lényeges az időbeosztás. Also it's very important time management or your schedule. Én nagyon remélem, hogy én egy nagyon empatikus ember vagyok. I really hope that I'm a very empathic person. És próbálom az embereket megérteni. And then also I really try to understand the people around me. Elmúlt 5 évben megtanultam nagyon sok mindent megérteni. And I also the last 5 years I have taught myself and also I grow as a person to understand. Egyetlen egy dolgot azonban a mai napig nem tudok fölfogni, nem tudok megérteni, elfogadni. But still the day to day I can't understand one thing. Ugye, emberek csatlakoznak az MLM üzlethez. People they join network marketing, MLM. És szeretnének egy üzleti jövedelmet. And they want a business income. Szeretnének többet keresni, mint a munkahelyükön. And they want to earn more than in your current position. De ezt úgy szeretnék elérni, hogy a töredékét nem teszik bele abba, mint amit a munkájukkal töltenek. But they want to achieve that not even working half of that they work at the current position. Ugye, nincs ingyen pénz. There is no free money. Bármelyik vezetőnket megnézzük, mindenki beletette a munkát az elején. If you check any of your leaders in the beginning, they all put a lot of effort and work. Tehát meg kell értetned az alsóvonaladdal, hogy ha már eldöntött, hogy megcsinálja ezt az üzletet, akkor üzletileg is kell gondolkodnia. So you have to make sure that your downlines understand that after they decide that they are going to do this business, they're going to act as a business. Okay. Tehát és az üzlet az egy időbeosztás alapján működik. And then the business is only works when you do a proper time management and schedule. Ezért, hogyha nagy hálózat szeretnél, egy idő után nem engedheted meg magadnak azt, hogy mindenkinek elmagyarázd az első lépést. And when you want a big network, you can't afford yourself that time to time go individually with people. Hanem használd eszközöket. Ott van a start szeminárom, hallgassa meg és csinálja. You need to use tools as much as you can, so they will go and then ask questions. És hogyha üzleti jövedelmet szeretnél, akkor kell egy üzleti időbeosztás is hozzá. When you want business income, then you need to make a business plan, a business time. Okay. És ugye mindenki egy óriási kapcsolati hálón ül. Everyone sitting in a big contact network, a capital. Csak erről nem tud. But they don't know about it. Hiszen mindenkinek rengeteg kávéfogyasztó ismerőse van. Because everyone has a lot of people that they drink coffee.
Ugye a legtöbb embert azt blokkolja, hogy azt hiszi, hogy neki vezetőket kell keresni. A lot of people, they got a block inside them. They think they need to look for leaders. Nagyon sok embert azt blokkolja, hogy azt hiszi, hogy hálózatépítőket kell neki keresni. A lot of people get the block that they think that they need to look for MLM leaders. És be kell bizonyítani neki, nem, neked kávéfogyasztókat kell keresned. You need to just tell them, no, it's the only thing you need to do, just to find people who likes this coffee customers. És mindenkinek óriási kávéfogyasztó networkje van. And everyone already has a big coffee consuming network. És lesznek majd a kávéfogyasztók között olyanok, akik meglátják ezt a lehetőséget. And you will find the coffee customer people that they will see the business opportunity in. És elkezdik csinálni az üzletet. And they will start to do the business as well. És ők lesznek a te gyémántjaid. And they will become your diamond. Nem akik esetleg egy másik hálózatból jöttek. Not the people that they came from a different network. Okay. Nagyon fontos, hogy soha nem minősítem valakinek a gondolkodásmódját. It's very important that I never judge people how they think. Már csak azért sem, mert neki igaza van. Just because I believe they are right. A saját nézőpontjából neki igaza van. It's their own perspective. They are right. De rendszeresen teszek föl kérdéseket neki. But I always ask questions. Amivel minősítem tulajdonképpen a tevékenységet. But I always ask questions to prioritize that what they really do for the business. Tehát nem azt mondom neki, hogy te rosszul gondolkodsz. I never tell people that no, you're wrong. Hanem megkérdezem tőle, hogy mi a véleménye egy ilyen fajta gondolkodásmódról. I always ask them to, okay, you're right, but what would you think? A different perspective, different way of thinking. Ezzel is hangsúlyozni tudod a te vezetői empátiádat. So even you have to, with this behavior, you can emphasize that you are an empathic leader. És nyilvánvalóan ugye a kérdés, hogy hogyan? The only question is the how. Hogyan tudja valaki csinálni ezt az üzletet? How you can do this business. És itt adhatsz neki tematikát, hogy hogyan tudja. So you can give a method, a ugye, system. Most a mai nap nem elegendő arra ez a rövid előadás. Ott van a startképzés. It's only a 15 minutes presentation. It won't be enough to tell you all the strategies, but you have the start seminars. Ott van a felső vonalatnak a tapasztalata. You have the experience of your upline. Az a lényeg, hogy minden metódus működik. It's important that all the methods works. Mert a termék valódi. Because the product has a real value. A cég az valódi. The company has a real value. Tehát ezt csak akkor tudod elrontani, hogyha nem csinálod. You can only mess up if you don't do it. És ugye ez is a legnagyobb kihívás, hogy ott van egy hálózat alattad, aki nem csinálja. Because that's the biggest challenge. You have the network underneath you, but then they don't do anything. Ezért fontos tudnod, hogy el kell nekik adni ezt az üzletet, addig még nem so csinálják. So that's why I can't emphasize enough that you need to resell them again and again. Minden embernek van egy pont a jövedelmében. Every people has a point in their income. Amikor már többet nem kell neki eladnod az üzletet. When you don't have to resell the business anymore. Ez nem a kitűzőhöz viszonyul. It's not come with the pin. Pin. Okay? Hanem ugye ahhoz, hogy ő mennyit szeretne keresni. Just how much they want to earn. Ugye? Tehát, hogyha valakinek ez 1000 euró, it's 1000 euro. És ő megtapasztalta, hogy megkereste az 1000 eurót. If they experience it, that yes, with this business you can earn 1000 euro. Akkor többet nem kell neki eladnod ezt az üzletet. So you don't have to resell the business again. De ha az ő limitje 5000 euró. But then when they have 5000 euro. De még csak 1000 eurót keres. But they only make 1000 each month. Akkor hajlamos arra, hogy abba hagyja. But then they have a chance that they will stop or slow down. Tehát neked még el kell adnod az üzletet neki folyamatosan. So you need to resell the business again. Sajnosan ez nem ugyanaz a motivációval, ez nem motiváció. It's not a motivation. Tehát nem azt kell győzködnöd, hogy igen, te meg tudod csinálni. So you don't have to persuade them, yes, you can do it. Hanem ezeket a pontokon kell végigmenni, amit én elmondtam ma. So you need to go through all the points that I mentioned today. Hogy ő valóban elhiggye, hogy ő meg tudja csinálni. So that they will believe that yes, they can do it. És hogyha ezt a számot ő elérte, and then when they reach the income they want, akkor te nyugodt lehetsz, mert van egy vonalad, ami önállóan működik. So then you can relax because you have a line that they work individual without you.
Ugye ebben az üzletben az a szép, hogy van 20 gyémánt vonalunk. It's the good thing in this business that when you have 20 lines, diamond lines. De 10-15-tel igazából már nem kell foglalkozni. But then from 10-15 you don't work anymore. Ha velük találkozom, az már nem üzleti beszélgetés, inkább csak egy baráti beszélgetés. When they meet those lines. Tehát az it's nem only a friendly meeting. It's not a business meeting anymore. És tudok újabb és újabb gyémántvonalakra fókuszálni. So then I can open new and new lines. Ez egy nagyon könnyű üzlet. It's a very easy business. Nincs miért befejeznünk. You don't have to finish even when you put 20. Nagyon szeretjük ezt csinálni. We love to do this business. A cél az, hogy a következő éve még 20 gyémántunk legyen. My goal is that the next 5 years I want to put up 20 more diamond lines. Nem csak miattunk, miattatok is. Not only for us, but for you as well. Hogy megmutassuk, hogy igen, ez működik, hogyha valaki csinálja. So then you get inspired that yes, this business works if you do it. Nem, ma sem vezetőket keresünk. We don't look for leaders. Hanem olyan kávéfogyasztókat, akik akarnak valamit. We look for people that who consume the coffee and they want something out of their life. Szeretnék még egy kicsit rólad beszélni. I want to talk about a little bit about you. Oké. Okay. Hiszen azt látom, hogy nagyon sokan alattad azért lehet, hogy nem dolgoznak, mert te vagy a szponzoruk. A lot of people maybe in your downline don't work because you are their sponsor. Oké. Okay. A fontos az, hogy tanuld meg, mint vezető elengedni az embereket. The very important thing as well that as a leader you need to learn how to let sometimes people go. Hidd el nekem, a legjobb az, hogyha van alatt egy olyan ember, aki nem akar veled dolgozni. Believe me, the best thing sometimes is you have underneath a person who they don't want to work with you anymore. Hiszen ő alattad van, a bónusz megkapod utána. Because they are under you, so you will get the bonus anyway. Ne akar rátelepedni, ne akar rámászni, engedd el. Don't want to push them towards something they don't want to do. Let them go. Oké. Okay. Ne aggódj, miatta van egy vonalad, ami működik nélküled is. So don't worry about it. You have a line that works without you as well. Oké, okay. És hagyjad, hogy úgy csinálja, hogy ő akarja. Just let them do the business however they want to do it. És befejezésre egy nagyon egyszerű dolgon szeretném, hogyha elgondolkoznám. As finish line, I want you to think one very simple thing. Van egy nagyon egyszerű módszer, amivel el tudod érni, hogy az emberek alattad dolgozzanak. There is a simple method that you can reach that the people start working underneath you. Anélkül is dolgozzanak, hogy esetleg te fölhívod őket. They start to work even without you calling them. És ezt pedig úgy hívják, hogy példamutatás. And you become a role model for them. Avval tudod legjobban elvenni a hálózatodat, hogy te is magad is csinálod. You can only motivate, inspire people that you become an example, you become the role model and you act on it. Azzal, hogy látják azt, hogy te is csinálsz valamit és előbbre lész ebbe az üzletbe. They always see that you are growing, you improving your skills, you going forward towards something to become. Tehát, hogyha nagy és sikeres vezető szeretnél lenni, so whenever you want to be a successful DXN leader, akkor példát kell mutatnod az alsóvonaladnak. You need to show example for your downlines. Nem működik az, hogy azt várod, hogy majd ők megcsinálják az üzletet. It doesn't work that you just waiting around and think, yes, the people underneath you, they will do the business. Nyilvánvalóan ez a mai előadás annyit ér, amennyit használni fogsz belőle. I believe that it's the presentation I done for you today. It only matters if you take away something from it. De biztos vagyok benne, hogy te most egy aranybányán ülsz, akkor is, hogy csak még 30 tagod van. I'm very sure that even if you have 30 members, but you're sitting in a gold mine. Network. Oké. Okay. És figyeld őket, és beszélgess el velük ez alapján. Just look at your people, monetize and just talk about. És add el nekik ezt az üzletet újra. And then you resell the business again for them. Mert ott van a hálózatodban a koronás üzlet. Because you already have the Crown Ambassador business in your network. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdést.